Jó napot! Jó szerencsét! Önnek is! Szia, Laci! Jó napot! Jó szerencsét! Jó szerencsét! Miért köszön mindenki így, hogy jó szerencsét? Rianu Tadán ide került a képzés, a bányászati képzés és a bányászat, mint veszélyes szakma. A Glückauf vagy jó szerencsét köszönéssel búcsúztak, amikor leindultak a tárnába. Így alakult ki ez az egyetem. Laci, ugye ez is egy általad tervezett bútor. Ez egy állópult, álló munkavégzéshez. Hogy született ez a bútor maga? Svájcba állítottam ki, és feltűnt, hogy több helyen is láttam állópultokat. Egyik se tetszett, és azt gondoltam, hogy megalkotom a sajátomat, ami szebb lesz azoknál, amit előképként láttam. Ugye a forma, a dizájn, meg a funkcionalitás szóba került az előbb annál az állópultnál. Ennél a széknél mi volt a fő szempont? Egy széknél szerintem mindig az ergonómia a legfontosabb. Próbáltam az emberi test arányait használva egy olyan vonalvezetést találni, ami leköveti az ülő emberi test formáját. Elég sok fafajból dolgozunk, ebben eléggé unikálisak vagyunk a német piacon, és hazai kemény lombos fákat használunk. És ezeket pácolni nem is szoktátok? Tehát a szín az akkor abszolút az, amit a természet ad? Igen, igen. A fának a saját színe, csak természetes olajokat és viaszokat használunk a kezeléshez. Olyan lesz tőle a fa, mint élő állapotában, mint amikor még nedvesség van benne, és ez szerintem a legszebb, ami a fának a szépségét leginkább kihozza. Ha jól tudom, amikor majd elkészül a csarnok, akkor is itt egy bemutató terem lesz, hasonlóképpen, mint most. Nagyon jól demonstrálja már most is azt, hogy milyen széles a paletta. Ugye a hintalótól kezdve egészen a kanapéig át szinte mindent letettek. Hát szinte mindent, ami nem beépített bútor. Asztalokat, székeket, különböző komódokat. Főleg Európa nyugati részére szállítható bútorokat. Tudatos volt a részletekről, hogy direkt arra a piacra tervezitek a bútorokat, vagy pedig ez egy ilyen szerencsés találkozás volt, hogy általatok tervezett bútorok az ottani igényeknek felelnek meg. Ez egy abszolút szerencsés találkozás volt, ez elsősorban Laci ötleteinek köszönhető. Általában hol használják ezeket a bútorokat? Lakásokban és irodákban, de majd szeretnénk minél többet, hogyha a szállodákba, éttermekbe is bekerülhetnénk ezekkel a bútorokkal. Miért volt erre a beruházásra szükség? Hát egyszerűen a jelenlegi telephelyünket bőven kinőttük. Nehéz egy ekkora beruházást megvalósítani, főleg a jelenlegi gazdasági helyzetben? Igen, igen, nekünk nehéz. Enélkül a támogatás nélkül az elképzelésünket nem tudtuk volna megvalósítani. Levi, egy olyan vállalkozás finanszírozásáról beszélünk most, amely főleg külföldre termel. Vagy ez egy megszokott elállás egy magyar vállalkozás esetén? Egyre többen képesek azt a szintet elérni, amikor majd egy külföldi piacra is megfelelő minőségben képesek termelni. De azt gondolom, hogy ez a vállalkozás, ahol most vagyunk, ez mindenképpen példaértékű. A Magyar Fejlesztési Banknak kell külön vizsgálnia az adott régiót, országot, területet, ahová a magyar vállalkozás főleg szállít, amikor a hitelhez folyamodik? A Fejlesztési Bank bármely közvetítő partnere elsősorban azt vizsgálja, hogy a vállalkozás üzleti terve az stabil alapokon nyugszik el, és képes lesz-e majd kitermelni a törlesztő részleteket a megnövekedett bevételből, és kiszámíthatóan tudjon bővülni a társaság.